tahitott falui Pollák Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szigetmonostoron, Pócsmegyeren és tahitott falun működik, mindösszesen 340 művészeti iskolai növendékkel. A gyerekekkel 20 művészeti tanár foglalkozik különböző klasszikus zenei tanszakokon. Ezen felül a szolfézs énektanítás, népzene, néptánc és a képzőművészet a tűzzománc tanszakkal hozzátartozik az iskola arculatához, amiből ízelítőt is adtak az iskola által szervezett adventi koncerteken. Szigetmonostoron rendeztek koncertet és kiállítást, Tahitót falun koncertet és a szülők szervezésében adventi vásár várta az érdeklődőket. Szakar Ágnes a Pollák Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézmény vezetője, a hit, a művészet, a jótékonyság jegyében megrendezett eseménynek nevezte a Pollák Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola koncertjét. Hit. Az adventi csodavárás itt van, hiszen itt vagyunk, test közelben hithez. Advent negyedik vasárnapja közeledik. Hit a világosságban, hit a megváltóban, hit abban, hogy a földi élet után van folytatás. Iskolán kedves diákjának, szülőjének, Cikora Zsolt emlékének ajánljuk fel a mai koncertet. Sok szeretettel köszöntöm itt körünkben a családjukat. Művészet, hiszen alapfokú művészeti iskolánk tanulói és művésztanáraink zenei koncerttel örvendeztetnek meg bennünket. És az adventre jellemző adakozás, jótékonyság lehetősége is itt van, hiszen az estre vásárolt támogató jegyek bevételét a művészeti iskolára, a tehetséggondozásra fordítjuk. Köszönjük adományaikat! Mindenki tegyen úgy, ahogy elhatározta szívében, de ne vonakodva, ne kényszerből, mert Isten a vidám adakozót szereti, mondja a Korintusiakhoz írt második levelébe Szent Pál apostol. Második János Pál pápa a művészeknek írt leveléből szeretnék idézni nektek, önöknek. Senki sem képes jobban megérezni valamit abból a pátoszból, melyel Isten a teremtés kezdetén nézte kezének alkotásait, mint ti, művészek, akik a szépség alkotómesterei vagytok. A művész különleges hivatása, nem mindenki hivatott arra, hogy a szószoros értelmében művész legyen. A teremtés könyvének kijelentése szerint azonban minden ember megkapta a feladatot, hogy saját életének mestere legyen. Életéből mesterművet, műalkotást kell létrehoznia. Kívánom legyen így, talán adventkor mi földi halandók könnyebben tudunk életünkből műalkotást létrehozni, de az biztos, hogy ma este a zenének köszönhetően találkozni fog az adventi várakozás meghitt hangulata és a művészetbe gyönyörködés öröme. A koncert jótékonysági vásárán szépen fogytak a gyerekek kézműves alkotásai. A tervek szerint a bevételekből és a támogatójegyekből befolyt pénzt az iskolai tehetséggondozásra fordítják majd. Az adventi koncert fővédnöke dr. Sajtos Sándor polgármester elismeréssel és meghatódva köszönte meg a Tahitót falui Pollák Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ünnepi koncertjének szervezését és a fellépők produkcióját. Nagyon szépen köszönöm gyerekek ezt az estét, az igazán nagy ajándékot a lelkünknek, szívünknek. A zene a hozzánk szól, és a zenét akkor is értjük, ha más nyelven beszélünk. Ma a zene a mi világunkban egy nemzetközi nyelvezet, de hozzon ez még közelebb minket egymáshoz. Áldott karácsonyt kívánok, minden jót!